A Corvin sétány Szigony utcai folytatásaként a Fotoreal New Age Kft. Még az idén a földdel teszi egyenlővé a Tömő utca 23/A és 23/B alatti társasházakat, hogy helyükre felépíthesse a közel 100 üzletnek, színházteremnek, úszómedencével megsüvegelt fitness és wellness központnak is helyt adó 9 szintes irodaházukat. Az 5 évvel ezelőtt elhunyt Psota Irén, kétszeres Kossuth és Jászai díjas színésznő Tömő utcai szülőházának helyére kicsiny parkot építenek. A Corvin negyed rehabilitációja, vagy ez az új városrész, ami ott kinő a földből, és igen, úgy nő ki, hogy közben meg ledózerolják a múltat. Az aztán tényleg egy ciklusokon átívelő, tehát az egy több évtizedes városfejlesztési program. Nyilván történtek rá már a múltban is kísérletek, több-kevesebb sikerrel, hogy bizonyos értékeket, ugye ott volt például ez a sárkányos ház, hogy azért azt megóvjuk, ugyanígy felmerülhet persze ennél az épületnél is, csak hát ugye már megszülettek azok a döntések, amik alapján ott van egy magántulajdonos, és de én egyébként én személyesen is pont egy balatoni nyaralás alkalmával találkoztam Psota Irénnel, de ha nem találkoztam volna személyesen egy gyerekkoromban, akkor is nagy tisztelője lennék, vagy hát az emlékének, és ilyen értelemben abszolút megértem azokat, akiknek fáj, hogy eltűnik az ő szülőháza vagy lakóháza. A bontási engedélyeket még tavaly december végén megkapta a cégcsoport a fővárosi kormányhivatal illetékes főosztályától.